az Agránc Kft.-nek a tevékenysége? Az Agránc Kft. 28 évvel ezelőtt alakult és mezőgazdasági gépforgalmazással, szervizzel, alkatrészellátással foglalkozott. Mi az a terület, ahol leginkább, tehát az erőgép és munkagép területén otthon van kertészet, szántóföld vagy esetleg a kommunális oldal? Elsősorban mi a szőlőültetvények és a gyümölcsültetvényekhez kapcsolódó erőgépek és munkaeszközöket forgalmazzuk, illetve a kommunális szektorban az önkormányzatok részére, sportpályák részére fenntartó gépeket adunk. A mai rendezvénynek mi volt a célja? Itt egy almás ültetvény közepén vagyunk, tehát gyakorlatilag itt az almás ültetvény gépei, erőgépei és munkaeszközei szerepeltek. Az Antonio Carraro erőgép márkát forgalmazzuk már 28 éve, és a Rinieri gyárnak a különböző sorművelőit, kaszáit és permetezőket is hoztuk. Az, hogy itt új félton vagyunk, tehát nyilván azt jelenti, hogy az ország több mint 60%-a ebben a körzetben terem, Szabolcs megyében és a környéken. Mennyire volt döntő, hogy ide hozzák ezt a rendezvényt? Korábban, a korábbi években egy kicsit elcsúszott az arány a szőlő területek felé, de azt vettük észre, hogy nagyon fontos az almás területeken is itt lenni, úgyhogy most ebben az évben úgy döntöttünk, hogy fele-fele arányban tartjuk a bemutatót. Tehát egyet almásban, jövő héten pedig tartunk egy palántázós bemutatót, és aztán szintén jövő héten a Somlóra megyünk szőlős bemutatóra. Hogyan fogadták a gazdák azt, hogy itt a helyszínen testközelből láthatták a gépeket, sőt, ahogy itt láttuk, volt is lehetőség kipróbálni őket? Az az igazság, hogy a különböző állógépes bemutatók nagyon szépek, nagyon nívósak és csili-vili gépeket lehet látni, de az igazi, ahol meg tudja mutatni magát egy erőgép és egy munkaeszköz, az a terület, az a gyakorlati bemutató. Ezen a gyakorlati bemutatón azokat a gépeket hoztuk, ami egy almás területre megfelelő lehet. Milyenek voltak a gépkapcsolatok és hány darab volt belőlük? Hát nagyon sok volt, úgyhogy lehet, hogy fejből mindegyiket nem tudom felsorolni. Egy kb. 7 traktor és 7 munkaeszköz, 8 munkaeszköz dolgozott. Tehát mentünk a sorba először, gyakorlatilag a sorművelővel, aktív fejessel és hajtottal dolgoztuk, és egy hidraulikus hajtásúval, utána szárzúzóval dolgoztunk, Y-késes szárzúzóval, sorkaszával, permetezővel, ásógéppel, ezekkel a gépekkel dolgoztuk ebben a ültetvényben. Az idő kegyes volt a rendezvényhez, lényegében tökéletesnek mondható. Napsütés, egy pici szél, de jó idő. Mennyire volt ez a cél, vagy esetleg, hogyha rosszabb időben lett volna ez a rendezvény, akkor is meg tudták volna tartani? Mi mindig azt írjuk a meghívóra, hogy rendezvényünket rossz idő esetén is megtartjuk. Ez azt jelenti, hogy a gépek alkalmasak arra, hogy esetleg felázottalan is dolgoznak. De természetesen minden forgalmazó álma az ilyen idő, és ebben nagyon szerencsénk volt. Lesz ennek folytatása, akár ebben a körzetben, akár ültetvény területén, máshol? Körzetben is lesz folytatása, de az ország más területeire is megyünk, hiszen ilyen nagyon messziről is jöttek ide érdeklődők, tehát valószínűsítetően a jövő heti kisteleki és somlói bemutatón is lesznek olyan érdeklődők, akik messziről jönnek. De folytatjuk, mi minden évben legalább 3-4 gyakorlati bemutatót tartunk a szőlő-gyümölcsültetvény területén. Azt mondom, hogy az Antonio Carraro céget nem kell különösebben mutatni a gazdáknak. 28 éve van jelen a magyar piacon ez a márka, és a hozzátartozó eszközök. Tehát azt gondolom, hogy az új fejlesztéseket kell most bemutassuk, azokat az új technológiákat, a robotizált erőgépeket, amikkel ma már nélkülözhetetlen erőgéppé vált a Carraro. Mit lehetne kiemelni ebből a termékpalettából? Mi az, ami esetleg az év újdonsága lehet? Az év elején bemutattuk a Tony nevű traktort, ami gyakorlatilag minden területen kiváló teljesítményt nyújt, és különböző beállításokkal automatizálható a művelés. De a Carraro cég 24 lóerőtől 100 lóerőig gyárt gépet, erőgépet, ami azt jelenti, hogy a szőlő, gyümölcsültetvény, kommunális szektor, sportpályák erőgépei mind-mind alkalmasak arra, hogy mindenki megtalálja a maga szintjének valót.